éppen egy judó bemutatót figyelnek az érdeklődő gyerekek. Egyebek között ezzel a japán küzdősporttal is megismerkedhettek a kicsik a sporták választón. Szerintem azért jó ez a sport, mert megtanít a fegyelemre, a kitartásra, és az önvédelembe is, hogyha nagy szerepet játszik. Illetve azért szeretnék, hogy többen jöjjenek hozzánk, mert minél több edző partner van, illetve az utánpótlás is kell a versenyekhez, mert ugye kiöregszenek és kellenek a kisgyerekek. Az utánpótlás minden sportegyesület számára elengedhetetlen ahhoz, hogy folyamatosan működhessenek. A sportágválasztó ebben is igyekszik segítséget nyújtani. Célja a legfontosabb, hogy megismerjék egyrészt a nagyatádi egyesületeket, azok a gyerekek, akik még nem választottak sportágat. Persze vannak már ebben a korosztályban, akik ma itt részt vesznek, olyanok, akik járnak egyesületekhez sportolni. Itt a mai napon 320 gyerek az, aki részt vesz az óvoda és az iskola részéről, de persze az egyesületeknél nagyon sok a 14 állomás helyen a kint lévő gyerek, szerintem több mint 100, ezt még nem számoltam össze, és felnőttek is itt vannak az egyesületek képviselői. A programot harmadik alkalommal rendezték meg a városban. Az egyesületek tapasztalatai szerint akadt már gyermek, aki ennek köszönhetően választott magának mozgásformát. Ezért a tervek szerint szeptemberben ismét megrendezik. Az iskola kezdés ugyanis a tagfelvételi időszaka az egyesületeknél. Több sportágnak is nagy sikere volt a mostani program során. Az egyik legkedveltebb a lovaglás volt. Itt vagyunk kint a sportnapon az iskolával, és a legjobban tetszett a lovaglás. És lovagoltál már korábban? Van már vele élményed? Igen, tornázok a lovon, hogy így ráállok a lóra, meg ilyenek. És ezt mióta csinálod? Hát már régóta. És melyik sportágat tetszettek még esetleg, amit már kipróbáltál? Hát még a szallagos tetszett, meg az ugróköteles. Tudjátok nekem mondani azt például, hogy a lovak mivel táplálkoznak? Mi ez? Szabba! Széna! Széna. Ez a széna. Hoztam nektek egy kis abraktot. Kukoricahárzab! Búza! Zab! Zab! A lovaglásom kívül a lótartással kapcsolatos érdekességeket is megtudhattak a kíváncsi gyerkőcök. A három éve működő Csillagtanya Egyesület tagjai meséltek nekik erről. Nagy szeretettel várjuk a gyerekeket, a gyerekek kedvéért alakítottuk, és különböző érdekes lovas játékokkal szeretettük meg a gyerekekkel a lovas sportot, de nem feltétlen a sportot, csak az állat szeretetét. Fegyelem, hatalmas nagy fegyelem, tartás. Egy élő állattal sokkal érdekesebb egy összhangot kialakítani, illetve sokkal nagyobb lehet az összhang, mint egy síléccel, vagy egy valamilyen más, egy biciklivel. A gyerekeknek minden állomáson negyed órájuk volt arra, hogy ismerkedjenek az adott sportággal. A csapatjátékoknak nagy sikere volt, legyen az hagyományos, vagy éppen egy újfajta sport. A lányok körében nagy népszerűségnek örvendett a legnőiesebb sportág, a ritmikus gimnasztika. A kötélugrás is többeknek az érdeklődését felkeltette. A fiúk persze a küzdő sportokat élvezték a legjobban. Ezen a napon a legjobb volt a karaté. És miért tetszett annyira? Mert lehetett ütni, rúgni, meg sok mindent. És szeretnél később ezzel foglalkozni esetleg? Igen. A legerősebb csoportoknak még a profi karatésokat is sikerült a földre kényszeríteniük. Futunk oda a biciklikhez. A gyerekek összemérhették erejüket egy rögtönzött mini triatlon versenyen is. Ismerkedhettek az úszásnemekkel és a vízi játékokkal. Akik pedig inkább az elméjüket edzenék, azok a sakkot és más szellemi sportokat próbálhattak ki. Középre teszed, félbehajtod és leveszed. Akkor tudod, akkor nagyon jó. A számtalan játékot láthatóan nagyon élvezték a gyerekek, a város sportolóit pedig lelkesen buzdították. 1, 2, 3. Biztos a győzelem!